No, következő, az egy kizárólagosan Afganisztán történelmével foglalkozó könyv, kizárólagosan Afganisztánról. Szól nem csak történelem, hanem és talán a legjobb részek egyébként benne, azok maga a szokással, kultúrával és ezzel kapcsolatban, hogy megértsük azt, hogy Afganisztán miért is lett úgymond legyőzhetetlen, és hát nagyon érdekes ugye a történet. Nem mai könyv már ez sem, fogalmam sincs, hogy mikori lehet. De hát ugye elmúlt években, már nem is tudom melyik évben volt, 21-ben? Ugye ki is, 2010-es a könyv. Hát azóta itten már az Amerikai Egyesült Államok is kivonulgatott Afganisztánból, és hát feje tetejére állt ott is a világ egy picikét, illetve egész bizonyosan nem úgy történtek a dolgok, ahogy azt Amerika, ahogyan arra Amerika számított. És hát ebben a könyvben még csak kis feltevések vannak erről, hogy hát valószínűleg majd Amerika is úgy jár, mint mondjuk járt Afganisztánnal kapcsolatban a Szovjetunió, vagy Nagy-Britannia, vagy egyéb nagyobb hatalmak a történelem folyamán. Az évszámokkal nagyon sokszor vannak ilyen furcsaságok, amik úgy feltűntek, hogy de ez az évszám, ez nem is lehetett akkor. Tehát vannak benne azért kisebb hibák, amik kicsit valószínűleg azt mutatják, hogy az utómunkánál egy-két dolog lehet, hogy elcsusszant. De például Afganisztán népeivel, mondjuk a pastunokkal kapcsolatban, hogy megértsük, hogy egyébként olyan, hogy afgán nincs? Hanem itt pastunokról van szó, különböző népekről. Ugye az egész Afganisztán hogy van megrajzolva, hogy van felépülve, milyen nemzetek, milyen etnikumok alkotják. A vallás kérdésével kapcsolatban, hogy vajon tényleg az iszlám ott a lényeg, vagy nem inkább maga a Afganisztán, vagy tehát maga a pastunoknak a kultúrája, a szokásai. Hogy egyáltalán meg tudjuk már Istenit végre különböztetni egymástól a tálibot a mudzsahedtől. Nem mindegy, nem ugyanaz a kettő, sőt nagyon nagy különbség is van, az van különbség bőven a két kifejezés között. Szerintem arra ez a könyv tökéletes képet ad Afganisztánról. Néha azt éreztem, hogy nem tudom követni a fonalat, ami azért volt, mert a Nem tudtam követni fonalat című történetek, azok inkább úgy az ókori, vagy éppen a középkorral kapcsolatos afganisztáni történetek, amik meg már inkább az én háttértudásomnak a hiányai, tehát szóba kerültek ugye a szaszanidák, és akkor én csak így voltam, hogy igen. Szóval egyébként kell hozzá némi háttértudás, bőven, viszont ettől függetlenül én tehát egy remek könyvnek tartom. Nem megy bele minden apró részletre, tehát most itt kinyitottam mondjuk a 14. fejezetnél, ami az afgán-szovjet háború, 199. oldalnál kezdődik, és összesen tart, azt hiszem, hogy 233-ig, ami hát nem olyan hosszú, hogyha nagyon részletesen akarnánk belemenni, de egyébként ettől függetlenül meg rengeteg mindenről szó esik, és mondjuk az a rész is szerintem egy kifejezetten jó fejezet volt. Én tudom ajánlani mindenkinek, de ez is az a könyv, amivel kapcsolatban úgy azt tudom mondani, hogy egy egyszerű olvasó a kezébe veszi, hát Afganisztán, jó, oké. És nem biztos, hogy el fogja vinni az előszó az illetőt, meg nem hiszem biztos, hogy el fogja vinni az első fejezet az illetőt, amikor még csak egy ilyen környezeti tájleírás, földrajzi leírás van Afganisztánról, és ott ugye úgy van vele az ember, igen, az időjárás és a többi, de egyébként nagyon jó beindul a könyv utána, szerintem engem szépen fokozatosan szippantott magába. De akit érdekel Afganisztán, és aki többet meg akar tudni Afganisztánról, és Afganisztán népeiről, Afganisztán történelméről, annak egyébként erősen tudom ajánlani. Jó, nézzük tovább, Türk Attila, és itt magyarázkodnom kell, ugyanis számomra a két Türk Attila, az egészen az előző videóig az egy Türk Attila volt, aztán jött egy komment, hogy hát sajnos az a Türk Attila, akinek én a könyveit olvastam, az már nem él, és két különböző szeméről van szó, úgyhogy itt most korrigálom magam, bár azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban semmit nem mondtam az előző videóban. Van egy könyve, a Mi a fasizmus címmel, ami az olasz fasizmussal kapcsolatos, és a Mussolini történetét egészen az a 80. oldalig tart, ugye azt hiszem, hogy 200 oldalas a könyv, igen. Ami a 80. oldalig tart az olasz fasizmussal kapcsolatban, az remek, az kiváló. Az szerintem az egyik valaha volt legjobb adatgyűjtés, vagy éppen forrás, amit Mussolinivel kapcsolatban olvastam.
Ráadásul tetszenek a konklúziók, és tetszik az, hogy amikor kell, akkor igenis Türk Attila ott elismeri Mussolini erényeit, amikor pedig nem egyszerűséggel nincs mit, vagy nemes egyszerűséggel látszik, hogy ez egy hibás döntés volt, vagy ez egy hülyeség volt, akkor igenis leírja azt, hogy azért értse kicsit a laikusabb olvasó is, hogy most azért itt fel kell fogni a dolgoknak a súlyát, és én úgy gondolom, hogy ezt mind kellő objektivitással teszi. Ugye beszéltem az előző könyvvel kapcsolatban is, ugye Hősök vagy terroristáknál, hogy azért Türk Attilának az írásmódja az olyan, és az írás stílusa, hogy ő azért szereti a saját véleményét hangoztatni és beleírni, amivel nekem összességében problémám nem volt, mert valahogy képes volt úgy átadni, hogy ez mégis elfogadható legyen. Mellékes történet, hogy nyilván sok mindenben egyetértek vele, és talán ezért vagyok én is sokkal elnézőbb emiatt. Valószínű, hogy egyébként van egy ilyen dolog benne, de nekem egyébként tetszik, ahogy ír, és én szeretem, ahogy ír. Hát sajnos viszont utána már az volt az érzésem, ugye szépen fokozatosan, tehát például Salazarról ír. Keveset, nem sokat, azt hiszem, hogy ilyen 15-10 oldalt, 81-től 92-ig, és hát ott már azt éreztem, hogy kiragad egy-két főbb részletet, főleg inkább negatív részleteket ragad ki, és nagyjából 10 oldalon keresztül ezen. És az úgy nekem egy kicsit olyan kellemetlenebb volt. Meg ott már tényleg azt éreztem például itt a Franco történetnél, ugye Spanyolország is szóba kerül, Francisco Franco főleg, és ott már úgy viszont inkább azt éreztem, hogy ugyan köztudott dolgokat írja le, csak kicsit hozzáteszi a véleményét, ami azért volt más a Mussolini történetnél, mert ott azért rengeteg többlet információhoz lehetett jutni. Már hozzáteszem, és itt tényleg hozzá kell tennem, hogy a Salazari történet, ami 10 oldalon keresztül zajlik, abból a 10 oldalból olyan nagyjából 5 oldal szerintem, hát ha jól emlékszem, a Salazarral kapcsolatban került szóba, az a Portugáliába menekülő zsidókról szól, és ott nagyon érdekes információkat közöl egyébként az író. De most csak például a kokáért a görög fasizmusról való írás, az például pont egy olyan írás volt ebben a könyvben, ami olyan, tényleg ezt bárhol el lehet olvasni. Azt hiszem, hogy a skandináviai sem volt túlontúl bő, meg túlontúl kidolgozott. Az angol fasizmusos rész szintén gyengusz volt szerintem, a párizsi, tehát a francia fasizmussal kapcsolatban lévő konklúziók azok kifejezetten tetszettek, a Dollfuszi is nagyon kevés volt, a román az nagyon össze lett húzva, tehát olyan összecsapott volt inkább, viszont ettől függetlenül itt is vannak érdekes dolgok, ezt is jó elolvasni, viszont ezzel kapcsolatban jó, ami nagyon nem tetszett, vagyis amit nem értettem meg, amit úgy nagyon nem kellett volna belevinni, az ugye a délszláv háború bele lett. Ja nem, hülye vagyok, bocsánat, az a Hősök vagy terroristákban volt, elnézést, nem. Mondjuk például a szlovák fasizmussal kapcsolatban is ír érdekes dolgokat, ott is belemegy egy kicsit, hosszasan belemegy egyébként a szlovákok múltjával kapcsolatban, tehát összességében azt lehet mondani, hogy mindegyik fejezetet érdemes elolvasni, mert nem csak arról esik szó, amiről úgymond a cím alapján esni kell, hanem sok magyarázatot is ad, például ugye a szlovák fasizmussal kapcsolatban is. Csak ugye egy kicsit az volt a probléma, hogy itt a szlovák fasizmus, vagy éppen a szlovák sovinizmus, az úgy egybe lett egy kicsit mosva, megkeverve. Tehát egyébként nem rossz könyve ez a téren sem, mert mondom, a Mussolini is részt, tehát maga, ami tényleg a origin fasizmusról van szó, az remek. Szerintem az egy úgymond kötelező olvasmány. A többi része viszont már tényleg olyan, hogy hát szívesen olvasnék egy könyvet, amiben mondjuk különböző fasiszta ideológiák, eszmék vannak, mind a történelmükkel, történetükkel, mind pedig az eszmeiségükkel kapcsolatban. Kicsit bővebben, kicsit alaposabban, pontosabban, és talán ott már igen kevésbé elfogulatlanul leírva. Hát egyébként ez most csak egy kis reklám helye, ugyanis Ideológiák tárháza, csatorna, Robin, ő éppenséggel az eszmék könyvében lesz szó egyébként abban a könyvben így a különböző fasiszta ideológiákról és történetekről. Úgyhogy ez most ez egy csúnya kis reklám itt,
de minden esetre azt tudom mondani, hogy abban azért igyekeztünk mind a ketten, és főleg az ő alaposságának köszönhető egyébként, én nagyjából egy vázat tudtam adni, hogy tényleg alaposabban és bővebben essen szó ezekről a történetekről. Még egyszer mondom, jó a Mi a fasizmus című könyv, de azt éreztem, hogy sok témában nem kellett volna belemenni, főleg a Vasgárdánál éreztem ezt, hogy jaj, ott nagyon nagy csúsztatások vannak, a szlovák fasizmusnál is azt éreztem, hogy kicsit nagyon össze van mosódva a sovinizmus és a fasizmus kifejezés terén. De ettől függetlenül még egyszer mondom, ezt tudom ajánlani. A következő könyv szintén egy Türk Attila könyv, Diktatúrák fénykora. Ez egy összehasonlító könyv. Hitler, Sztálin. Tehát a két nagy vezérnek a egyes cselekedetei ki vannak emelve. Tehát például a Kokert itt a Tuhacsevszki per, vagy itt a megannyi sztálini per összehasonlító elemzésbe van téve egymás mellé a hosszú kések éjszakájával. Remek, rengeteg adat van egyébként, nagyon jól össze van húzva a meg annyi információ, tehát én erőteljesen tudom ajánlani. Én annyi volt a történet, hogy lehet, hogy én nem nagyon olvasgattam eddig ez idáig a könyvig, úgy a sztálini perre, tehát ezekről a 38-as perek abszolút nem, nekem újdonság volt. De például a Hosszú kések éjszakájával kapcsolatban elolvastam azt a könyvet, amiből főleg ez a könyv is táplálkozik. És úgy meg már nekem annyira nem volt újdonság. Tehát valószínű, hogyha valaki úgymond sokkal jártasabb ezekben a témákban, mondjuk a 38-as perekben, mint amilyen mondjuk én voltam akkor, mikor ezt a könyvet még elolvastam, akkor annak nem lesz nagy újdonság. De összességében mindenféleképpen tudom ajánlani, mert tehát a Türk Attila könyveknek a legjobb, legnagyobb pozitívum az, hogy a laikus, egyszeri olvasó is ugyanolyan élvezettel, sőt élvezetesebben tudja olvasni, és sokkal megfogóbb szerintem az egyszeri olvasó számára, mint mondjuk egy tényleg nagyon kemény vonalasan tudományos mű. Tehát ez mindenféleképpen a Türk Attila könyveknek az erénye. Nagyon jó van például a zsidósággal kapcsolatban esik szó ebben a könyvben. Tehát azért bőven esik szó más dolgokkal is. Ha Türk Attila könyvet olvas valaki, akkor azt azért tudni kell, hogy ha van egy topik, van egy téma, akkor abból át fogunk menni bővebben más témákba is, és még abból a témából is át fogunk majd evickélni más témába is. Én például ezt egyébként nagyon szeretem a könyveiben. De itt is így van, és például a Kokáért, ami a zsidósággal kapcsolatban van egy hosszú, tényleg tisztázza ugye az egyszeri olvasó számára, hogy akkor most hogy van mégis ez az askenázi dolog, hogy van mégis ez a szefár történet. Szerintem ez nagyon szükséges, mert sokaknak ez nem egy világos dolog. És pontosan emiatt, mert ez nem világos, hát zsidósággal kapcsolatban óriási katyvasz és óriási kavarodás van az embereknek a fejében. Mindenféleképpen tudom. Még egyszer mondom, egyébként ezt is ajánlani. Következő kettő könyvet emelnék ki, ez mind a kettő a Ne felejts kiskönyvtárnak a könyve. Az egyik az Antikommunista, ami Roman Fjodorovics Ungern von Stemberg báróról szólana. A másik pedig a Tollas Gárda, ami pedig inkább a Kodránról, kicsit tágabb értelemben pedig nyilván ugye a Vasgárdáról és a Mihály Arkangyal régiójáról. Nos, a problematika, ami nekem alapvető problematika az ilyen könyvekkel úgy egyébként is, az a rövidsége. Tehát az Antikommunista valamivel hosszabb, az mindennel együtt, és abban a mindenben már tényleg minden benne van, a tartalomjegyzéktől kezdve minden, az 95 oldal, az nem valami sok. Tollas Gárda ettől rövidebb, az mindennel együtt 84 oldal. Ezzel nem feltétlenül lenne baj, de rengeteg, tehát például a most ha csak az Antikommunistára gondolok, tehát a Stemberggel kapcsolatos könyv, nagyon sok ugye például az Oszendovszki kritika, tehát ugye Oszendovszki a Állatok, emberek és istenek című könyvben ír Stemberg báróról. De ez tiszta sor. Na ebben a könyvben például a Kokáért hosszú oldalakon keresztül van kritizálva az, hogy vajon Oszendovszki az miben tévedhetett, és vajon tényleg van-e ez a világkirály jelenség, amiről Oszendovszki ír.
és akkor ezt elemezik tovább. Ami nagyon jó, mert nyilvánvalóan ezek szükséges dolgok. Nekem feltétlenül annyira nem tetszett egyébként Ossendowskinak a könyve, és összességében szerintem jó az, hogyha vannak ilyen tisztázó írások. Csak ugye, hogyha az ember kezé, igen, itt Ossendowski forrásai függelék, amiben Ossendowski forrásairól van szó. Azt hiszem, hogy itt már vége is. Azt hiszem, hogy van szó Poznernek az őrjöngőjéről, és akkor az is hosszú-hosszú oldalakon keresztül, hogy hát Pozner bizony kommunista volt, és hát ő elferdíthette a dolgot. Irodalmi műként egyébként szerintem a Pozner könyve nagyon jó, de hát igen, van benne ferdítés. Persze, vagy lehet benne ferdítés, azt lehet benne érezni amúgy is úgy a kicsit ilyen smells like kommunizm, de ez már egy másik történet. Csak hogyha valaki kezébe akar venni, és tényleg azt látja, hogy Atya Isten, az Ungern von Stenbergről szól, akkor azért többet vár. Én legalábbis így voltam ezzel. Ez egy folyóiratban, vagy egy... Hát igen, végül is tulajdonképpen egy kis zsebkönyvként alapvetően jó. És végül is ez tulajdonképpen bőven inkább egy zsebkönyvként értelmezhető, mint könyvként. Amik jók voltak benne, hogy azért tényleg valami pozitívat is mondjak, mert nyilvánvalóan azért... szerintem mondjuk Evola nem feltétlenül volt szükséges ebbe a könyvbe, megmondom az őszintét. Itt a tábori orvosának az elbeszélése, meg stb. Tehát én inkább ilyen forrásokat, ilyen adatokat, mondjuk ilyen levelezéseket, ha volt egyáltalán, én ilyeneket olvastam volna inkább Stenbergről, meg nyilvánvalóan egy hosszasabb életrajzi mű bemutatás. Tehát azt én nagyon hiányoltam, hogy alapvetően nem volt benne különösebben hosszas, tényleg bő információkkal, adatokkal szolgáló életrajzot bemutató mű. Hozzá kell tenni, hogy egyébként kevés is van Stenbergről, és az utóbbi években lehet azt látni, hogy úgy bővül azért a... Hát mit tudom én, a online tudástár Stenberggel kapcsolatban talán így lehetne mondani. A Tollasgárdához kapcsolatosan szintén valami hasonlót lehetne mondani. Nagyon tetszettek azok az idézetek benne, meg azok a könyvkiragadások, íráskiragadások, amiket ugye Codranu írt, és ezek még ráadásul a későbbi írásai. Ezek már a 36-os írása például ez, ami szerintem, tehát én azokat az írásait szeretem jobban, ugye a 36 környéki. Szóval ezek mind nagyon-nagyon jó, hogy ezek benne voltak, de itt is inkább tényleg arról van szó, hogy mások későbbi mondjuk román gondolkodók vagy történészek hogyan beszéltek, mit mondtak Codranuról. És ez mind tök szép és jó, csak nem feltétlenül biztos, hogy erre kellett volna hangsúlyt fektetni. Kis zsebkönyvként mondom, egy kis ilyen kis plusz adalék információként nem jók ezek a könyvek, de az, hogy ebből merítsünk Codranuval kapcsolatban, vagy hogy ez legyen az egyetlen egy forrásanyag a Stenberg báróval vagy Codranuval kapcsolatban, arra szerintem nem alkalmas a könyv. Folytassuk tovább, itt egy Cigerman István ismét, Oroszok Hitler szolgálatában. Hát erről a könyvről sokat nem szeretnék beszélni. Tömérdek adat, rengeteg mindenről szó van benne. A hifikről vagy hifikről, akár ugye a Ronáról, Roáról utána. Tehát nagyon sok mindenről van szó. Szerintem ez nem sikerült olyan jól az írónak, mint az íráskönyv. Ez úgy nem vitt magával engem sem. Rengeteg adat, rengeteg információ, vannak a végé jó konklúziók is, de ehhez tényleg ismét ez is sajnos az a könyv, amihez kifejezetten az kell, hogy az, aki a kezébe fogja, az specifikusan az iránt érdeklődjön, hogy na igen, az oroszok környékén a kollaboráció az éppen hogy működött, vagy hogy milyen önkéntesek, hogy voltak az önkéntesek. De ettől függetlenül hasznos könyv, engem nem ragadott annyira mondani. A következő a Saddam Husseinnel kapcsolatos, az a Saddam is a neve, így meglepő. Azt hiszem, hogy sajnos végigolvasni nem sikerült, mert a 200 valahanyadik oldalig jutottam, igen, 228-ig, ugye sok interjú van utána, stb. Kicsit talán úgy éreztem, hogy egy-két dolog, mintha ki lenne belőle hagyva, és egyébként nagyon jó is volt az, hogy az előszóban rögtön le is írták, hogy igen, sajnos ez még egy nagyon-nagyon új történet, az egész Husszei jelenség. Hát ez még azt hiszem, jól emlékszem, jól gondolom, hogy egyébként mikor ez a könyv megíródott, még Hussein élt, mintha rém lenne valami ilyen. Mintha 2003 májusában van ez a dedikálás.
Tehát igen, ez nem mai. Tehát ezt le is írja egyébként benne az előszoba az író, és hát nyilvánvalóan így is kell kezelni, mindig így kell kezelni az ilyen történeteket. Hát ugye nekünk már azért, hát már bőven történelem az, amikor Hussein ki lett végezve. Igen, sajnos az a baj, hogy az a legnagyobb probléma a könyvvel, hogy már nem mai darab. De egyébként azokat a dolgokat, amik tudom, 80-as évek, 90-es évek történéseit jól leírja a könyv. Csak hát ott is nem biztosan minden, úgy ahogy van, meg hát 2003-ban volt pont a támadás is Irak ellenében. A könyv az, mindjárt megnézem még egyszer, de hiszem, hogy 2003-at mondtam, és hát ez ilyenkor egy kicsit necces, ugye? Minden esetre szerintem biztos, hogy azóta már lett kiadva új Husseines könyv is azóta, hát nem tudom, hogy vajon az milyen lehet. Hogy most objektíve, nem objektíve, itt ez mindig tényleg az a nehéz benne, hogy Husseinnel kapcsolatban nagyon sok össze-vissza információ terjeng, és kellő objektivitást nem nagyon lehet várni még most szerintem. Főleg, hogyha ha amerikai szemszögből nézzük, vagy Amerika párti szemszögből nézzük, azért jönnek már ki új alkotások filmipar terén is, amik megkérdőjelezik itt az amerikai támadást, és a többi, és a többi. Szerintem hamarosan már majd biztos, hogy fogunk tudni Husseinről olvasni egy olyan könyvet, amiben egyébként az erényei, mert nyilván voltak erényei, népszerű volt, tehát természetesen a politikai ügyeknek a kezelésével kapcsolatos kritikák, vagy pláne a kurdok ellen elkövetett, nyugodtan szerintem nevezhetjük népirtásokkal kapcsolatban is majd olvashatunk egy jó olvasmányt, ma meg hát ugye persze a legfőbb dolog a Hussein és Amerika csalattal kapcsolatban is olvashatunk. Majd, oly Istenem, már nagyon régóta megy ez a videó, és már kezdek fáradni, úgyhogy majd folytatjuk máskor. Köszönöm szépen mindenkinek a megtekintést, ha tetszett a videó, akkor segíthetsz nekem egy megosztással, ha pedig szeretnéd támogatni a csatornámat, a videó leírásában megtalálod a linket a Patreonomhoz.